Április 20-án rendezte meg immár hagyománnyá vált állásbőrzéjét a Gödöllői Szent István Egyetem. Az állásbőrze olyan rendezvény, ahol különböző vállalatok mutatják be tevékenységüket, illetve aktuális gyakornoki lehetőségeiket, állásajánlataikat. Célunk az, hogy a hallgatóinknak minél előbb munka lehetőséget biztosítsunk. Ezen kívül partnerkapcsolatainkon keresztül szeretnénk szakmai gyakorlati helyet biztosítani a hallgatóknak, gyakornoki programokban való részvételi lehetőséget, illetve a térség lakosságát is meginvitáljuk állásbőrzénkre, hogy lehetőséget biztosítsunk nekik is az elhelyezkedésre. Ebben az évben rekordszámú kiállítónk van, a kooperatív gyakorlati bőrzével együtt 64 kiállító vesz részt a rendezvényen, és több mint 800 lehetőséget, gyakornoki programot, álláshelyet, szakmai gyakorlati lehetőséget kínálnak itt a mai állásbőrzénken. Kiemelkedően elsősorban a gépész terület az, ahonnan a szakembereket várják a cégek, de ezen kívül a logisztikai terület, a pénzügyi számviteli terület, biztosítás, mezőgazdasági területről a Bonafarm kiemelt partnerünk, illetve az idén nagy örömünkre az Iceberg is ellátogatott a kiállításunkra. Minden cégnek más a szakterülete, és más szakembereket keresnek. Fontos az adott területen a kompetenciáknak a meghatározása, más szakmai képességekkel kell, hogy rendelkezzen egy mérnök szakember, akit itt a gépészmérnöki karon képzünk, más egy gazdaság és társadalomtudományi karon végző szakember, illetve más a mezőgazdaság és környezettudományi területen végzett szakember kerül kiválasztásra itt a cégek részéről. A Bonafarm csoport valójában két célzattal érkezett, két helyszínen jelentünk meg itt ezen az állásbőrzén, egyrészt ugye a mezőgazdasági állásbőrzén, másrészt pedig a kooperatív állásbőrzén. Nem titkolt célunk, hogy nagyon sok mezőgazdasági gépészmérnököt, illetve gépészmérnököt keresünk a mezőgazdasági csoport műszaki ágazatában, és azon kívül pedig természetesen a mezőgazdasági régiónkba is, a sertéstenyésztésbe, állattenyésztésbe, baromfi tenyésztéssel foglalkozik a cégünk, növénytermesztéssel, takarmány előállítással, vetőmag előállítással, és lényegében a termőföldtől az asztalig a szlogenünket valósítjuk meg ebben a vertikálisan integrált csoportban. A tavaly vagy tavaly előtti állásbőrzékhez képest, mert nagyon-nagyon sokan ismerik a csoport nevét és a tevékenységét, tehát hogy a Bonafarm csoport mivel is foglalkozik, melyek a termékeink, és nagyságrendileg az az 50 telephely, ugye, ahol Magyarországon jelen vagyunk, azzal is jószerivel már tisztában vannak. Az állásbőrze nagy előnye, hogy az első pillanattól kezdve személyes kapcsolatot tesz lehetővé a cég és a pályázó között. Elsősorban, ugye, mivel egyetemen vagyunk, itt a főbb szempontok valójában nem feltétlenül a szakmai tapasztalatot jelentik, sokkal inkább a rátermettség, a személyiség, a proaktivitás, ami alapján ilyenkor a választást csináljuk. Többnyire elegendő az, hogy valaki mondjuk ennek az egyetemnek a hallgatója, és egy elbeszélgetés alapján ki tudjuk választani azt, akivel mi a későbbiekben akár egy gyakornoki programban, akár egy ösztöndíjprogramban tudunk együttműködni. Természetesen a hallgatók számára is nagyon hasznos egy-egy ilyen rendezvény, hiszen ők is első kézből szerezhetnek személyes benyomást az adott cégről, ajánlatról. Én azt gondolom, hogy a jelölt élmény nagyon fontos, tehát hogy az adott hallgató mit gondol erről a cégről. Tehát ugye a mi arcunk és a mi standunk ugye mutatja azt, hogy valójában milyen a mi cégkultúránk, tehát egy nagyon jó benyomást próbálunk tenni ilyenkor mi is ugye a hallgatóra. Ez alapján ugye ő már tud egy érzelmi alapú választást tenni. Nekünk pedig ugye a sok-sok hallgató közül ilyenkor azért könnyebb megállapítani, hogy kik azok, akik mondjuk a csapatunkba jobban beilleszkednének. A hatékonyabb kapcsolatépítést segítik a Bonafarm csoport és a Szent István Egyetem közös programjai, képzései is. Mi figyelünk arra, hogy ez az együttműködés nem feltétlenül csak egy-egy állásbőrzén lévő megjelenést jelentsen,
Több éve foglalkozunk azzal, hogy a tehetséges fiatalokat ösztöndíj programra válogassuk ki. Ez az ösztöndíj program egyébként fél évente jelent 150 ezer forintos lehetőséget, amivel mi támogatjuk a hallgatókat, és természetesen azzal támogatjuk őket, hogy hozzánk jöhetnek gyakorlatra bármelyik ágazatunkban, ami nekik releváns a tanulmányaikhoz kapcsolatban, illetve ami az ő szívükhöz közel álló. Az ösztöndíj programon kívül külön gyakornoki programunk is van, tehát hogyha valaki mondjuk ebbe a szűrt keretbe, az ösztöndíj programos keretbe, hiszen ennek vannak nagyon magas feltételei, tanulmányi átlag, stb. Hogyha ebbe valaki nem fér bele, akkor annak szoktuk javasolni azt, hogy természetesen gyakorlatra is nagyon szívesen várjuk őt. Ebben az évben egyébként 7 olyan hallgató van, aki ösztöndíj programban vesz részt, és hát 10-nél is több olyan hallgató, aki pedig szakmai gyakorlatát nálunk tölti. Ez most a nyári időszakra vonatkozó. A csoportunk és az egyetem együttműködéséhez mindenképpen kiemelném, hogy a duális képzést ettől az évtől, tehát a 2016-17-es évtől kezdtük el az egyetemmel, és 4 olyan hallgatót várunk, aki velünk ebben kooperálni fog majd. Ezek a hirdetések egyébként már a mi oldalunkról és az egyetem oldaláról is megtalálható, és kiment a diákok fele. Erre várjuk a jelentkezéseket. Nem titkolt szándék, hogy mi azért csináljuk ezeket a programokat, mert számítunk ezekre a diákokra. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy az utánpótlás nevelés, utánpótlásnak a fejlesztése adhatja meg a mezőgazdaságnak lényegében azt a fejlődését, amiről azt gondolom, hogy jelen pillanatban azért egy kiöregedő szakmáról beszélhetünk, ahol el kell bőven a fiatal lendület és a fiatalos segítség. Úgyhogy ebben nagyon nagy segítséget jelentenek ők nekünk. Az állásbőrze előtt az egyetem felkészítő napokat is szervezett a hallgatók és a térség lakosai számára. 3 napos felkészítő program előzte meg az állásbőrzénket. Ennek keretében többféle szempontból készítettük föl a hallgatókat arra, hogy itt már profi módon tudjanak a cégek képviselőivel tárgyalni. Az állásbőrze kiváló lehetőséget nyújtott az érdeklődni vágyók számára az informálódáshoz, kapcsolatteremtéshez. A rendezvényre ebben az évben is nagyon sok látogató érkezett.